Anfield Shop. Pólók, pulcsik, bögrék, genyók. Link a leírásban. Nem nagyon kell szemüveg. Szép jó reggelt! Kívánok mindenkinek! Hát itt már megy a buliám. Hallod, milyen idő van itt? Koszos a lencse? Most is koszos a lencse, úgyhogy ne szóljatok semmit. Hát, Benikém, mi szólsz ez az időhöz? Mi ez? Hát nem tudom, olyan, mint a köd lenne. Hát, köd, ja, meg ilyen halál feeling. Apokalipszis lesz. Na, úgyhogy megyünk a Universal stúdióba, srácok. Indulás van, veszett módon. Úgyhogy nézzük a szokásos hangulat videót. Amúgy szerintem esik az eső. Megmondom őszintén, Benedek, szerintem esik az eső. Nem. Ú, azt a CD-árust, azt hagyjuk ki. Igen. Gyere erre. Mi el akarnak elvitani CD-ket. Ja, mindig valami hülye CD-t. Mit vársz? Az élektől. Békét. Szeretetet és boldogságot. És legyen sör. Az mindig. Na, srácok, meg is érkeztünk a Universal stúdióba. Gimbalt nem hoztam be, mert szerintem nem fogják ide beengedni többiet, hallottam már. Úgyhogy inkább azt így elengedtem. Remélem a mikrofont azért megengedik, hogy behozzuk. Úgyhogy egyelőre itt vagyunk, ez még csak egy ilyen sétáló utca, és akkor bejárat majd valahol ott lesz. Like a drum snare, buds are bursting. Nézd már! Itt a Forrest Gump-nak a padja, he? Én meg majd mit hagytam a táskám. Itt vagyunk a Harry Potter boltban, és képzeljétek el, még talárt is lehet venni, de egyébként mindent, amit el tudsz képzelni. Engem is. Benit is meg lehet venni. Beni mondjuk elég olcsó. Hallott 275 a Hedwig. Figyeld, vannak ilyen kulacs merchandisingok. Mit akarsz? Sálak. Ez micsoda? Ja, ez napló, hallod? Beszállsz neki. Ó, oh, itt a klasszik tükör. Jaj, de szív. Én is szép vagyok, nem? Ugye? És minden, figyeld, Gryffindor-esből is mindent tudsz vásárolni. Amit csak el tudsz képzelni. Ilyen kötött pulcsit is. Mit akarsz? Ebbe végig mennék az utcán? Mondjuk nem itt, hanem Magyarországon. Azt figyeld. Azt figyeld. Wow, ez mennyi? Ez 35 dollár, még a hülyének is megéri. Nézd meg mi van itt. Nézd meg, Benikén. Sapka! Csapfő! Mardekár! Mardekár! Beérkeztünk, a mikrofont leszedették, de majd nem sokára visszateszem, mert én nagyon rossz fiú vagyok. Itt vagyunk! Tiszta Hollywood hangulaton van. This is Hollywood. Nem is Hollywood. Ez nagyon nem. Na, de itt van megint egy Harry Potter bolt. Most már azért lassan vissza kéne tenni a mikrofont. Ja, igen. Hát itt ilyen zenés összeállításokat fogtok látni, meg majd elmondjuk a tapasztalatainkat, élményeinket egy-egy dologról. Én hullámvasútra kurva élet, hogy nem megyek. Dehogy nem. Benedekelek, az megy. Elrakjuk téged. Rossz fiúk voltunk, feltettük a vizet mikrofon. Úgyhogy ha ránk szólnak, ujj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 j
vagyok el. Jövünk megnézni a Kung Fu Pandát, expresszek vagyunk, úgyhogy előbb sorra kerülünk, vagy mi. Ami egyébként itt nem rossz, mert ilyen egy órás sorok szoktak lenni. Benni, te mi a szar csinálsz ott? Seasons change us. Maybe it's just me and mine where thunders had it. Én nem tudom most mi van, de most bevittek minket egy ilyen helyre. Egy moziterembe. És elvileg ez ilyen mozgó szék. És hogy mozogni fogunk. A gyerekek! Kicsit ez a hamburger ez, amit most nyomtunk.
Azért ez meg kicsit fölkavarta a dolgokat. Mozgott a szék össze-vissza. Nagyon jó volt. Főleg ez, amit mutattam nektek, hogy ilyen hatalmas nagy volt a kijelző. Ez rohadt jól nézett ki, és így körbe az egész cuccba kijelző volt. Szóval hát ennyi volt akkor a kung fu. Még mindig a seggem kicsit vibrál. Aztán most megyünk a Harry Potterbe. A Harry Potterbe. Hát meg itt New York. Itt egyébként végig mindenhol ilyesmi. Kis ilyen filmes házikók vannak megépítve, rohadt jól néz ki. Nem tudom hányan vannak közületek, akik akartak valamikor a Roxfordba járni. Én mondjuk totálisan ilyen vagyok, mindig is akartam. Emlékszem régen, amikor az első néhány részt láttam, még nagyon-nagyon pici voltam, és akkor elhittem, hogy amúgy tényleg van egy ilyen. És hát egyébként tényleg van egy ilyen, és nincs is olyan messze, hát akkor mutatom. Na hát, srácok, akkor megérkeztünk a Roxfordba. Mutatnám itt mögöttem lévő tárgyat. Ez itt a... Na micsoda, tudjátok ti jól. Ezt írjátok meg nekem kommentben, hogy ti mennyire néztétek a Harry Pottert, mert én mondjuk egy fél éve is megnéztem ez az elejéről mind a hét részt, úgyhogy haha. És mi fog történni? Na mi fog történni? Be fogunk menni a Roxfordba. Te jártál már Roxfordba? Igen. Én oda jártam, 8 általános. 8 általánosodott volt, két nyelvi tagozaton? Yes. Szakácsképző? Nem, szakács és életművész. Halad a képek, strikes fear in good witches and wizards everywhere. And his hatred of muggles is widely known. But you're not sure. You're well protected right here. Emotion looks covered in... Nos, okay, meg volt akkor a Harry Potter. Hát nem tudom a felvételekből miket láttatok. Még azon kívül volt egy hullámvasútas rész, ilyen 3D-s vetítéssel közben, és összeszartan fostam magam, mert hogy én erről nem tudtam, hogy lesz ilyen hullámvasútas rész. És én ezt pont el akartam kerülni. És hát nem volt semmi, rám csattintották azt a szart, és onnantól nem volt visszaút. És ilyen vetítések voltunk, repültünk a Harry Potterre, repültünk mindenkivel, de jó Isten! Hát úgyhogy ez volt a Harry Potteres cucc, egyébként rohadt nagy kaland volt, úgyhogy mindenkinek tudom javasolni. Ezek mi a szart csinálnak itt amúgy? Most így őszintén. Hallod, én azt hittem, ez igazi a Roxfordban. Sziasztok! Ön van nézőknek! Menj el, gyerekes, tisztalt! Hé! Ne puskálj, öreg! Itt a tűz serlege, azt hiszem. Na, jöttünk stúdiótúrra, és itt ilyen viszonylag gyönyörű kilátás van így arra. Ha? Azt sem tudom, mi az a stúdiótúr. Úgyhogy ezt most meg fogjuk nézni, srácok. Ott a Roxfort. Ha, mit akarsz? Na, meglátjuk, mi ez. When kindness is portrayed as blind and glitter to the rain. Tiszta víz lett. Nem értettem, mi volt. Ha nem lelocsolt. Itt volt egy dino, baszki, ezt lelocsolt el.
that. You know what, I better... Yeah, we should get out of here before he sees us. Na, már eljöttünk onnan, ahol voltunk. Széttettük fröcskűbe, de nagyon nagy élmény volt, úgyhogy tényleg szuper. Most meg itt vagyunk a Jurassic Parknál, és itt egy dino. Please avoid all sharp points of the dinosaur. Am I clear? Jó van. We are on the way. Le kellett megint tenni a kamerát. Menjünk a Jurassic Parkba. Valamilyen vizes cuccba. Arra be. Úgyhogy meglátsuk, hogy milyen lesz. Itt ben vagyok, csak kurvára középen ülök. Oh, no need to beg pardon. Oh, no need to beg pardon. Oh, maybe it's just me and mine where thunder's had its way. When kindness is portrayed as blind and glitter to the rays. Oh, no need to beg pardon. De hülye, nem vagy a szívem megállt, bazdeg! Nem hát ez fogalmam sincs, hogy mi volt. De mi a szar volt ez? A rohadt eget. De annyira azt hittem kiesek ebből a szarból. Annyira nem tartám, ez nem olyan erős. Még mindig telefonról vagyok, mert bent hagyjuk a cuccot, mert még megyünk egy-kettő ilyenen. Mutatnám, hogy azon a cuccon zuhantunk lefele, és ott a vízbe. Úgyhogy rohadtul szar volt az a része. Micsoda? Mindkettő becsatolós? És még megint kettő ilyen szaron megyünk. Ezt a kis cuki kukát nézzétek. Hát, nem cuki? Na, voltunk most már jó pár ilyen 3D-s gyakorlatilag vetítésen, annyi, hogy még van egy ilyen szék, amiben beleülsz, és akkor az így mozog, és a vetítés közben repülsz, és akkor olyan érzés, mint hogyha repülnél. Több ilyenben voltunk már, úgyhogy így összességében azt tudom mondani, hogy ezek tök jók, csak ezeket nem lehet rögzíteni, nem tudom úgy átadni, hogyha találok videót, akkor valószínűleg már bevágtam nektek, mármint az interneten, hogy valahogy át lehessen nektek ezt adni. Ezeket is sajnos nem tudtam. Azt akartam mondani, hogy még egyszer köszönjük szépen a Notebooknak, illetve a Microsoftnak, hogy adták nekünk gyakorlatilag ezt a lehetőséget, hogy eljöhessünk így csapatos túl ide Amerikába, és eltöltsünk itt egy hetet. Ugye holnapi napon van itt az utolsó napunk, és holnap délután este fele már repülünk is haza. Úgyhogy hát valószínűleg én erre a helyre mondjuk nem jöttem volna el, hogyha más nem jön velem. Értitek, hogy mondom? Mert annyira nem vonzanak ezek a dolgok, de így, hogy közösen csapatban megnéztük, így tényleg nagyon szuper volt, rengeteg új élményt szereztünk, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a Notebooknak, illetve a Microsoftnak a Notebookot, mert másodszor nem tudom kimondani. Hát ugye azt beszéltük már, hogy több olyan videó volt, amikor a leírásba becsaptuk azt a linket, ahol lehet rendelni különféle, előrendelni különféle új játékokat. Ezt a linket megint csak bepattintom ide a leírásba. No, hát srácok! Ennyi volt a mai videó. Igazából azóta semmi nem történt. Megvágtam a tegnapit. Ennyi történt. Úgyhogy elfáradtunk nagyon. Nagyon hosszú nap volt, nagyon kimerítő. Holnap van az utolsó nap. Oh yes. Utolsó én fél nap. De ma még van egy este. Ezt most miért kellett mondani? Köszönöm szépen nektek még egyszer a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Tényleg nem fog ma menni? Nem, baszki. Tudod, mikor ettem? Délután 2 körül ettél utoljára. Mi faszt?
11 óra 30-kor ettél utoljára. Egy hamburgert. 11.30-kor. És most is kb. Annyi idő van, csak este, baszki. Hogyha tetszett, ja, akkor nyom... Újra. Nem fogom. Nyomjatok egy lájkot. A Benny ilyen idióta. Ne csináld. Szevasztok!